Művészeti képzés indul a gyermekvédelmi központban Tiszadabon, miután zenéeszközökre, valamint zenetanárok bérezésére és autentikus cigány tánc tanításához szükséges anyagi forrást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács egyik pályázatán. A nyitó rendezvényen a szervezet elnöke, dr. Hatala József emlékeztette a vendégeket a múlt évi program sikerességére, ahol hasonló pályázatnak köszönhetően tanulhattak a Mátészalkai gyerekek. Azt is hozzátette, sok a tehetséges fiatal, sokszor azonban a forrás hiányzik az oktatásukhoz. Tiszadabon 1 millió forintos segítséget kapnak ehhez. Ebből az összegből hangszereket vásároltunk, ezeket a hangszereket úgy válogattuk össze, hogy tehát zenekart lehessen alkotni az ezeken játszó fiataloknak. Szintetizátort vásároltunk, gitárokat vásároltunk, illetve egy komplett dobfelszerelést. Természetesen ezeket ki lehet egészíteni egyéb hangszerekkel is. A hangszereken kívül a pályázat keretében autentikus cigánytáncoktatás, rakerül sor, illetve zenetanárokat foglalkoztatunk a pályázat keretében. A most megvásárolt eszközöket közel 80 gyermek térítésmentesen használhatja majd. Ezek a rendőrség állományában maradnak, de az intézményben helyezik el azokat. Bertalan László, a Gyermekvédelmi Központ vezetője úgy nyilatkozott, reméli az oktatás beindításával egy együttest is alakítanak majd a gyerekek, akik a saját táncosaiknak énekelnek ezentúl különböző produkciókban. Azt várjuk a pályázattól, hogy a gyerekek a szabadidő hasznos eltöltését jobban fogják majd kihasználni. Tehát szeretnénk, hogyha ha nem egyéb utakon indulnának el, kevésbé rosszul használnák ki a szabadidejüket, nem a drog irányába, nem az erőszak irányába mozdulnának el, hanem értelmes célokat tűznének, és ezzel foglalnák le magukat. A tervek szerint a tavalyi Mátészalkai kezdeményezéshez hasonlóan Tiszadabon is bemutatnak majd egy bűnmegelőzési témakörhöz kapcsolódó musicalt.